Hello, folytatjuk az amnéziát, és bemegyünk, lemegyünk a raktárba, ahova nagyon nem szeretnék lemenni, pedig a francba. Jegyzetek. Emlékeztetők. A raktárban lévő sötétség furának és természetellenesnek tűnik. Kösz. Ez nekem most sokat fog segíteni. Basszus. Nincsenek... Legalább egyet meggyújtok. Nem akarok túlságosan pazarolni. Gyújts gyertyák és fákjákat, hogy javíts emellapodon, ami a sötétség miatt leromlott. Nem, csak ennyi fejfájása van. Ez Danielnek az alapértelmezett mentális állapota. Ezt nem tudom... Nem áll. Nem lehet. Gyorsan! Kéne fény, kéne fény, nem sok fény van itt. Ez mi? Elsődleges. Vász? 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 Heilige. Hát ebben a raktárban úgy el fogok tévedni, mint annak a rendje. Ha! Fényforrás! Köszönöm! Fúró alkatrész! Ó, mennyi gyufa van itt! Állapot? Teljesen jó. 21 gyújtós. Na jó. Fúró alkatrésze. Törött kézi fúró darabja. Jó. Gyorsan, 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 gyorsan. Ujj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 
apró alkatrész. Néhány tárgy kombinálható a leltáradban. Fogom megvan a dobra egy másikra, hogy kombináld őket. Hát ugye nyilván ezt ezzel kell. Még nem lehet összerakni a furót, először meg kell találnod az összes alkatrészt. Jó, de azt hittem, hogy mivel most kiírt a játék, hogy kombinál, azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy megvan az összes alkatrész. Ezek szerint még nincs. Nem baj, megtaláljuk. Hello? Köszönöm. A robbanó L1-ről. Gondolom, hogy ott egy ő betű lemaradt, feltételezem. Alexander, előkészítettem a robbanóanyagot, ami ahhoz kell, hogy megtisztítsd az elárasztott csatornát. Nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy milyen fontos az L1 óvatos kezelése. Kérlek, próbáld közölni a Hebe Hurdja szolgáiddal, mielőtt nekilátsz a tervnek. A folyadékok önmagukban nem robbanékonyak, és külön ajánlott tartani őket, további balesetek elkerülése véget. A szomszéd szobában két nagy hordót helyeztem el az összetevőknek. Annyit kell tenned, hogy összekevered a folyadékokat, és már kész is. Láttuk, hogy az első az elsődleges, az egyik az elsődleges volt, akkor a másik gondolom a másodlagos lesz, feltételezem. Sok-sok tégla. Oké. Okay. Ebbe az edénybe kell, ugye? Szerintem. Nem biztos. A szelep teljesen berozsdásodott. Hát az rossz hír. Ez bizony a rossz hír. Nagyon gyorsan fogy az olaj, nem lesz ez így jó. Hölgyet hallottunk, nem tudom, hogy bele se akarok gondolni, hogy mit csináltak vele. Ezt kéne kirobbantani. Ó, igen. Ezt kell kirobbantani, ugye? De ahhoz meg a tekerentyűt valahogy be kell olajozni, mert nem is tudom, ami ugye... Nem tudom összekeverni, mert nem működik a szelep. Gépalkatrészek. A sziklaomlásból származó törmelékek megakadályozza a továbbhaladást a raktárba. Találja másik utat. Kösz! Persze nem lehet meggyújtani!
Uha! Nem lehet itt permanens fényforrás csinálni? Ebben a szobában? Az baj! Ne, 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 ne! Ez nagyon nagy baj! Most nagyon nagy bajban vagyunk! Megjött a gondnok, bácsi. Kézifúró, egy kis ácsfúró. És ez nekem hova kéne? Huszonöt. Az nem is rossz. Kézifúró. De mi ez? Most sejtem. A kézifúróval kell helyreállítani a szelepeket talán? Vagy ott megfúrni a vezetékot, hogy össze tudjam önteni a... Csak azért állok itt még egy ideig, hogy hát ha a Dánielnek az elmeállapota javul, mert most ugye fényben vagyok, azért várok egy picit. De... nem nagyon akaródzik. Na jó. Egy életem, egy halálom. De lehet, hogy inkább halálom lesz. Nagyon jó, tökéletes, tökéletes. Robbanószer. Mentés. És ezt a szemközti folyosóhoz kell vinni, ahol ott volt az a sok leomlott törmelék. Ez még mitől forog itt? Oké. Okay. Össze-vissza forog. Geronimo! Merre kell menni? Erre kell menni. Eh.
Mennyi gyújtós van? Még 23. Na. Szerintem ide kell. Amúgy. De nem biztos. Ez az! Hú! Maradt még 22 gyújtósom. Jézus Máriám! 23. Kristály tiszta! Ó, ez... Ó... Várjál, most hol a túróban vagyok már megint? A gondnok bácsi. Már rég találkoztunk. És hogy szabaduljak meg tőle? Ez érdekes lesz.
Nagyon-nagyon fogytán az olaj. Azt hiszem a hölgyeményt összeszurkálták. Most majdnem szívinfarktus kaptam. Ó, akkor ezeket fölöslegesen gyújtottam itt meg. Aj, nem áll. Na mindegy. És ez nekem miért jó? Aha. Ez sem nagyon vérzik. Na, így. A fej lüktetés a kézre meg. Hiányzó rudak esetén, ha nem lenne elérhető a három rudból álló készlet, akkor a belső tanulószobákban van egy, arra az esetre, ha a felvonó ismét lerobbanna. Mindig a raktárban található, megkímélt állapotú rudakat használt javítottak helyet, kivéve ha nincs más lehetőség. Szent három... Omság... Gőzrúdja... Na menj a francba. Pista bá, tessék már békén hagyni! Az Istenit! Zene alapján próbálom megsatszolni, hogy közelben van-e a gondnok bácsi. Szerintem még igen. De nem biztos. Elvileg most elment, ugye? Mert most megszűnt ez a nagyon-nagyon fenyegető muzsika. Ennyi a fejfájás, ennyi. Szent háromság gőzrúdja. És akkor most már visszamehetek a gépterembe, amúgy? Szerintetek? És miért tudok interaktálni a tűzzel, ha csak megégetem magam? Használni kellene itt valamit? Hát, nem tudom. 24, na az nem is rossz. Most akkor...
Ott arra nem volt tovább, ugye? Na, remek. Akkor körbe kell visszamenni, ugye? Most arra gondoltam, hogy elméletben nem lenne lehetséges mondjuk a gondnok bácsit megdobni ilyen fém darabokkal, vagy esetleg a... így felhevítem, ezt nem lehet. Felhevíteni, aztán neki dobni, hogy ne szepíts tovább. Gondolom most végig boldogítani fog minket Pistabá, a gondnok bácsi. Feltételezem. Fölvettem. Vász? Jó, elismerem, hogy tényleg egy kicsit para a játék. Tud félelmetes is lenni. De inkább a Pistabá miatt. Nem jó! Mondtam, hogy boldogítani fog minket innentől. Még itt maradok. Aprócska technikai bakik vannak a hanggal. A zene néha egy picit így... recseg ropog. Szerintem Pistabá elment. Szerintem. Ah, remek. És kéne nekünk. Most akkor elvileg a raktárban végeztünk? Jó kérdés, mi?
Ja, itt volt, aha, itt nem lehet, igen, itt hiányoznak a fáklyák, látod? Igen. De itt felszedtünk már alkatrészeket, igen. Menjünk vissza a gépterembe, én azt mondom. Did we find this map? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Igen, a gépterembe kell menni, úgyhogy volt itt egy visszaemlékezés, úgyhogy egész biztosan hogy került ide ez a hulla? Hogy került ide? Eddig nem volt itt. És szerintem ezek se égtek itten ilyen... Aja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 j
A gépteremben lehet, hogy gyújtok még egy-két gyertyát, hogy több fény legyen, hogy Dániel itt ne remegjen össze-vissza. Nem ide kellenek, hanem az áramláshoz, ugye? Szerintem... Jó, javult a lelki állapota, elme állapota. Jó. Jók vagyunk. Miért van ez csukva? Kérdem én. Én ezt nem csuktam be magam mögött, még ha illetlenség is. Pista, bent tetszik lenni? Halló? Na. Igen. Fingom sincs, hogy itt mit merre, hogy... Ezt már kidútaltam, jó. És ami még érdekesebb, hogy a raktárban sem találtunk cetlit arra vonatkozóan, hogy itt mit, hogy merre. Remek.
üres. Nem! Várj, hordó kevesebb, mint félig van olajjal. Ha! Pistobál töltött bele olajat, de rendes. Csak az a baj, hogy halványra fingam sincs, hogy ezt a gépet hogy kell elindítani, hogy mi a... Tudod, mi a helyes sorrend, meg ilyesmi. Még dolgozni kell, én ezt értem, de mit, hogy, merre, tehát, hogy... Az a másik gond, hogy... Ugye szimbólumok sincsenek. Tehát, hogy... legyen. Sehol nem ad a játék arra vonatkozólag információt, hogy... Lehet, hogy... Ú, van még egy ötletem, várjál. Egy ötletem még van. Pedig reméltem. Hát és akkor most? Várjál! Nem azt mondta, hogy vendégszoba? Említették a vendégszobát is, nem? Jegyzetek. Hiányzó rudak esetén, ha nem lenne elérhető a három rudból álló készlet, akkor a belső tanulószobákban van egy. Arra az esetre a felvonó ismét lerobbanna. A tanulószoba, ott egyszer már jártunk. Akkor valószínűleg azt még... Akkor a játék azt még nem engedte fölvenni. Vagy lehet, hogy akkor még nem voltam a sztori azon a részén, ezért nem spónolt le az a sztori item, tárgy. Tanulószoba. Aha. Elvileg itt kell lennie a harmadik rúdnak. Elméletileg. Igen, itt már jártunk. Csak akkor az az ajtó nem volt ott csukva. Attól tartok itt is. Találkozni fogunk Pistobával. Aha, igen, leszpónolt egy-két dolog. Dániel, ne essen kétségbe, inkább itt is gyújtok akkor dolgot, ha már... Ezek nem szpónoltak vissza, oké? Úgy voltam be, hogy ha most itt kaptunk most egy gyufát, akkor jó, akkor legyen itt egy fényforrás. Mit bánom én? Sem olyan, amit ki lehet nyitni. Ment is.
Someone's coming. Yes, someone is coming. Hagyjál már. Ne ijeszges. Nem, itt nincs semmi. Itt nem kapok plusz gyújtóst. Oké. Azokat is meg lehetne, de... Hús! Igen, itt láttuk ezeket az állattetemeket. És hirtelen itt egy cetli, nocsak. Vagy azt ott hagytam? Lehet, hogy azt tényleg ott hagytam? Itt voltak a csontok. Itt. Aha. Ez most ugyanúgy visszaspawnolt ide minden, pedig én ezt ugye kipakoltam. Na, a gyújtós bezzeg nem, de a csontok ugyanoda visszakerültek. Nézzük csak ezt a cetlit. Nem olvastam el. Anatómiai határvidék. 1658. január 9-e. Ismét csalódás. A régészek legutóbbi kutatásai sem mivel sem szolgáltak. Még mindig képtelen vagyok megérteni az élet belső működését és az erővel való kapcsolatát, amit belül érzek. Több könyvet kell tanulmányoznom a témában, de azt gyanítom, hogy hiába, mivel még semmilyen kutatás nem történt ez ügyben. Saját magamnak kell betöltenem ezt az űrt. Egyértelmű, hogy az emberekben több van abból az energiából, amit keresek, de remélem, hogy az állatok elegendőek lesznek, mivel azokat kisebb kellemetlenséggel jár beszerezni. Ez nem az a cetli, amiben én reménykedtem sajnos, ami a kódot tartalmazná a gép beindításához. Nem lehet, hogy... Most azon gondolkodom... Lehetséges volna... Nem lehet, oké. Pillanatra arra gondoltam, hogy megint ki kéne keverni egy adag robbanószer, de hát ugye nincs nálunk a tárlóedény, mert ugye az is felrobbant. Mert akkor... Hát remélem... Nem, biztos nem ide kellett hozni. Igen, másképp nem tudtunk volna kijutni. Pedig ide is egy ilyen olyan robbanóanyag kéne, mint amit lenhasználtunk a raktárban. Pedig itt kéne legyen annak a rúdnak, de hát itt nincs. Nem értem. Valamit nem vettem észre. Itt nincs ugye...
Igen, itt nincs, ott len nincs, a fiókokat néztem. Pflanzenreich, már megint mindenhol ez a könyv van. Nincs. Másik két szobában lenne valahol, vagy... Még ott is átnéztem mindent. Bocs. Ebben sincs semmi. Ezt nem tudom leemelni, akármi is legyen az. Azt nem tudom, hogy miért lenne jó. Opa! Hol van a rudam? Nej, ezt nem akartam. Ez volt a büntetés, amiatt összetörtem mindent. Hát ezt elpocsékoltam, igen. Elpocsékoltam egy gyufát. Na, lehet, hogy ezt majd meg fogom bánni. What the fuck? Vasz? Itt miért nem volt most magyar felirat? Nem tudom, hogy mit mondott. Várjál! Sejtem! Most jutott eszembe, hogy itt volt egy törött ablak. Nézd csak! A meggyengült keret. Nem használható? Miért? De nem áll. Sejtem. On shot. Hova tűnt a gyújtósom? Ogot. Ogot. Eltűnt. Most nekem itt végig kéne... Úristen... Ez... És most hol a ló... citromban vagyok? A leomlott izé mögött. A sok törmelék mögött. Persze. Mikor leszek én a soros? Nem mutattam önuralmat?
türelmem évszázadokat ölel át, ahonnan én jövök, az emberiség egy pillanatos sem beszélgetett volna. Én mégis meghajlok előtted. Annyi mindent tettem érted, mégsem kaptam semmit cserébe. Agrippa, bíztam benned. Én voltam az, kinek be kellett volna lépni a kapun. Oké. A felvonó tervrajza. Oké. Gőz használta az emeléshez. Ho-ho-ho! Oké. Csodás, csodás. Köszönöm szépen. Megvan! Mielőtt felszedem, já. Azaz. Ennyi fejfájás, belefér. 21 gyújtós, nagyszerű. Na végre! Ez kellett, igen, igen. Ha a lift megint lerobbanna, akkor használd a gőzgépet, és győződj meg róla, hogy elég nagy a nyomás, mielőtt megnyitnád a gépezet, a vezető szelepet. Úgy állíts be a fogantyúkat, hogy a megfelelő nyomás gyűjjön össze a tartályban. A mérőórának ezeket kell mutatnia. Fel, le, és le 8. Köszönöm. Itt a kód. Az áramlásnak meg kell egyeznie a következő diagrammal. Szent háromság gőz beállítási funkciók, 4 fázisú amplitúdó, teljes gőzáramlási kör. A gép nem ellenőrzi a megfelelő beállítást, amíg minden rúd a helyére nem kerül. Oké. Na akkor most menjünk visszafele. Na, már mindjárt más a téma. Gondolom dolgoznak lent a favágók. Hop, hop. Zó. Na. És most? Most mehetünk vissza a gépterembe. De vicces! Ah, ez gyönyörű, ez gyönyörű. Fúj, de undi! Nem tudom mi ez, de ez undorító. Egyértelműen előre haladtam a progressban. Ez elég egyértelmű jelzés. Ennyi fejfájás, párvágás, zúzódás az még belefér, belefér. Dánielnek ez nem probléma. Na.
elvileg most már be tudjuk állítani a gépet, még a harmadik rudat behelyezzük, akkor elvileg ott valamilyen... Légy színe, jöjjön most Pista bá, most nagyon nem hiányzik. Remélem az összes fényforrás úgy maradt, amiket meggyújtottam, mert... Ez már megint benn van csukva, ezt nyitva hagytam pedig. Minden rúd a helyén. Automatikusan ki is cserélt a színeket. Mindegyiket a helyére teszi automatikusan a játék, hála az égnek. Mondjuk így is van rendjén, mert ugye arról a cetli nem tett említés, hogy mi a sorrend, úgyhogy azt a játékosnak nem is kell tudnia. Tehát... Fel, le és le. Aha, mind a két irányba a 8-as kell. Ennyi. Mind a két irányba várjál. Nem úgy van az. Oké, tehát 8-at kell kirakni. Jó! Értem! 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 Aha, össze kell adni, összeadva legyen mindkét irányba, tehát fent és lent is 8-nak kell kijönnie. Jó. Aha, oké. Várjál. Most ugye mindegyik fölfele van, most csak vissza akarom állítani őket középre. Tehát, nagyjából középen vannak szerintem. 4. 5. Melyik 3-as? Várja, alul is 8-nak kell kijönnie. Akkor legyen úgy... 6... és 2... 5... 3... Na. Az áramlás egyenletes és stabil. Hú, mennyi fényt csináltam ide-oda néz. Na! És mindig ennyi fejfájása van. Nem értem ezt a Dániel, de oké. Mentés. Ja.
Ez az. Köcsögöm széken! Ez nagyon kedves volt, tényleg. Muszáj volt ez? Pár vágás, ez zúzó. Jó, szerencsére semmilyen komoly sérülést nem okoztak. Nem tudom, hogy mi alapján bántanak ezek az izék. Kösz! 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 Ez sem nagyon vérzik. Hát de... Ezeket hogy lehet kikerülni? Abban sem vagyok biztos, hogy ezeket egyáltalán ki lehet kerülni. Szerintem pont az ilyen... Minden rendben. Azt írja, minden rendben. Ennyi. Hújjújjúj. A puccsa levél megrémítette ez a... Igen, 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 ezt már olvastuk. Csodálatos. Steam Achievement, Descendant. Hát úgy lezuhantunk a lifttel, úgy rendesen lezuhantunk a lifttel. Megvan, jó, a cuccaim még megvannak, hála az égnek. Minden rendben a HP-val, már csak 2 HP töltőm maradt. De van még 21 gyújtós. Ennyi a fejfájás, ez az, az alapértelmezett. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Huh. Okay. Hát... Várbörtön. Oké. Na jó, hát minden esetre ez egy kiváló alkalom arra, hogy itt befejezzük a mai epizódot. Hát szerintem nem volt kevésbé izgalmas, mint az előtti részek. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy itt hogy megy tovább, és ha ti is tartsatok velem legközelebb, és ha tetszett, nyomj egy lájkot. Innen folytatjuk majd az amnéziát. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Alexandert megtaláljuk-e, és ha igen, akkor egyáltalán még élve-e. Majd talán kiderül. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!